A székesfehérvári királyi napok nyitányaként a Matuz János által írt és rendezett dramatikus történelmi játékban idézték meg II. András uralkodásának fő mozzanatait. Az aranybulla a magyar államiság máig ható jogtörténeti jelképe megszületésének időszakát. Az előadás előtt Cserpalkovics András polgármester köszöntőjében kiemelte a leghosszabb ideig uralkodó árpádházi királyunk elévülhetetlen érdemeit a törvénygyűjtemény megalkotásában. Majd a királyi napok vendégeként Hernádi Ádám Esztergom polgármestere erősítette meg a két királyi város közös útját és felelősségét a múltban, jelenben és jövőben. Nagyon örülök annak, hogy most újra itt lehetünk, hiszen az elmúlt két esztendőben a pandémia miatt nem volt teljes a királyi napok. Most viszont teljes lesz, hiszen lesz néptánc, lesz szimfonikus zenekari koncert, lesz katonazenekari fesztivál, lesznek előadások, felvonulások, gyerekprogramok, lesz minden, amit megszerettünk, amit megszoktunk királyok menetével is. És azt is tudjuk, hogy szerencsére lesz koronázási szertartás játék ott azon a helyen, a nemzeti emlékhelyen, ahol egykor királyainkat több évszázadon keresztül koronázták. A fesztivál nyitó napján interaktív fényfestésre várták az érdeklődőket a megújult Bartók Béla téren. Ezúttal a Vörösmarty könyvtár épületére kerültek látványos grafikák, az ide érkezők kerékpáron ülve, azt hajtva irányíthatták a falon megjelenő képi elemeket, Falvai Miklós média művész alkotásait. De más helyszínen is hasonló érdekességekkel találkozhattak a belvárosban sétálók. A nemzeti emlékhelyen például a mauzóleum falán architekturális vetítés során megmozdult és átrendeződött az épület. Idén harmadik alkalommal láthatják a nézők a 3D animációi és a panoramikus vetítései által világhírűvé vált Bordos László Zsolt munkáját. A látványosságok a hétvégén is várják az érdeklődőket, akik a nyitónapon nem ültek még fel a Bartók Béla téren található kétkerekűre csak azért, hogy kifessék a könyvtár épületét, szombaton még megtehetik, és a 3D fényfestés és épületvetítés is megcsodálható még a hétvégén több helyszínen. Az országot védő csaták hősei, történelmi, nemzeti múltunk kiemelkedő személyiségei elevenednek meg a nemzet történelmi fővárosában, Székesfehérváron. Szombaton délelőtt ünnepélyes keretek között nyílt meg az osszárium, vagyis az egykori királyaink csontjait őrző kamra. A tiszteletadáson a résztvevőket Kásler Miklós korábbi miniszter köszöntötte, aki beszédében emlékeztetett, most adódott lehetőség arra, hogy a legkorszerűbb tudományos módszerekkel azonosítsák személy szerint nagy király köztük szent királyainkat is abból a célból, hogy méltó körülmények között helyezhessék el őket. Ez a jelentősége ennek a napnak, és az a lehetőség, hogy az önkormányzat, az állam, az egyház és a civilek összefogásával olyan Kárpát-medencei kegyhelyet teremtsünk, ahova eljöhetünk mi, és eljöhetnek unokáink, hogy a létünket, a nemzetünk megőrzését, az államunkat kialakító királyaink előtt tisztelegjünk. A hagyományoknak megfelelően a királyi napok alatt ingyenesen tekinthető meg az uralkodói maradványokat rejtő osszárium augusztus 20-áig naponta reggel 9 és este 8 óra között a Nemzeti Emlékhelyen. Könyv és bélyek bemutatóval folytatódott a királyi napok programsorozata. A Hímerházban megrendezett tudományos ülésen a résztvevők megtekinthették a Magyar Posta által kiadott aranybulla emlékbélyeget, majd Balog Elemér előadását hallgathatták meg az aranybulla jogtörténeti vonatkozásairól. Ezt követően bemutatták Lukács László néprajzkutató Szent István királya néphagyományban című új kötetét. Hát hála Istennek sikerült 33 évi kutatás eredményeként ezt a könyvet megírni, és ez Fehérvár számára különösen fontos, hiszen azt mondhatjuk, hogy innen indul a 18. században a török után újraéledő Szent István tisztelet. A város apró népével népesült be az Icsi-liget szombaton már a délelőtti órákban. Családi piknikkel várták ide a legkisebbeket szüleikkel a királyi napok keretében.
A reggeli ringató foglalkozásra rengeteg kisbabás család érkezett, de voltak kézműves foglalkozások, fajátékok és népszerű volt a kicsik között a kosárkörhinta is. Az állatsimogatóban pedig akár nyuszikkal és kecskékkel is barátkozhattak. Az a cél, hogy a családokat megszólítsuk egy ilyen közös együttöltésre. Most itt nyár közepén azért szerintem a családok is várják ezeket a programokat. Nagyon sokan is érdeklődnek a programjaink iránt, több családi program is várható egyébként még augusztusban, illetve szeptemberben is, és hát örülünk, hogy az időjárás is megengedi, hogy így kiszabaduljanak otthon a hőségből. Közösségi szolgálatra hívja a diákokat az Alba Régia Szimfonikus Zenekar. Azokat várják augusztus 17-én és 18-án, akiket érdekel a rendezvények világa, a színpad, szeretik a zenét és szeretnének egy jó produkció részesei lenni. Olyan székesfehérvári vagy a város környékén élő fiatal lányokat és fiúkat keresnek, akik szívesen segítenének a koncertek előtt a nézőtér kialakításában, a vendégek fogadásában és abban, hogy minden a helyére kerüljön, mire a vendégek megérkeznek. A segítségért cserébe pedig nem csak egy-egy aláírást és pecsétet kapnak majd a közösségi szolgálatot igazoló kiskönyvbe, hanem ha szeretnék, még a koncerteket is meghallgathatják. Aki szeretne pár órát lefaragni a kötelező közösségi szolgálatból, jelentkezzen az Alba Régia Szimfonikus Zenekarhoz augusztus 17-ére vagy 18-ára az itt látható elérhetőségeken.